Esővel, záporokkal érkezik a lehűlés első hulláma a hétvégén. A legnagyobb területen szombat hajnalban, illetve reggel fog esni, napközben már egyre keletebbre tolódik a csapadék. Vasárnap pedig már több napsütésre lehet számítani. Jönnek a részletek. Ami a mai éjszakát illeti, a késő esti órákban egyre több felhő borítja el az eget, a hajnali órákra pedig a csapadék is eléri az országot. Országszerte 10-11 fokos minimumértékeket mérhetünk majd. Szombatra virradóan sokfelé várható eső, zápor, délután egyre kevesebb helyen számíthatunk záporokra, néhol zivatarra. Enyhe lesz a reggel, a maximumok viszont néhány fokkal visszaesnek. A legmelegebb órákban 12-18 fok között alakulnak a csúcsértékek. Vasárnapra többfelé szeles, napos gomoly felhős időkör vonalazódik 18-20 fokos maximumokkal. Estétől pedig ismét egyre többfelé ered el az eső, záporeső. Hétfőre erősen felhős, hűvös, barátságtalan időkör vonalazódik. Kezdetben többfelé, délután és este már kevesebb helyen eshet. Az eső és záporok mellett néhol zivatar sem kizárt. A hőmérséklet jelentősen visszaesik, 2 és 14 fok között alakul az éjszakai és nappali hőmérséklet. Kedden és szerdán pedig már a hajnali fagyok is visszatérnek, és marad a csapadékkal tarkított idő 7-8 fokos nappali értékekkel. Változékony helyenként csapadékos idő várható holnap a szomszédos országokban is. Szlovénia egyes részein lesz a leghidegebb, ahol 10 fokot mutat majd a hőmérő. Átlagosan 11 és 17 fok között alakulnak a nappali értékek, Bukarestben viszont 20 fok feletti értékekre van kilátás.